prezentációt készít, akkor nem feltétlenül az a vezérszempont, hogy hülyen adja vissza a regényt, hiszen azt a regényt megadja. Azt, hogy a mai világban, amikor már egy kattintásra van minden, a természetfilmtől elkezdve minden látvány, amit elérhetek, berek szinten, madárvilág, élővilág szinten, stb. Ez a része, ez most kevésbé volt érdekes, mint a történet, mint a jellemek, az, hogy hogyan lesz a kisfiú férfi, az, hogy ki is ez a matula ott a nádasban, ez a remete. Tehát sokkal inkább a színházilag izgalmas részeire helyeztük a hangsúlyt. Ami itt van a Anyaföldben is, tehát nem lehet kihagyni. Hiszen én nekem így az egész előadás során ott van a kis zenei világ, és mindegyik, tényleg minden dramaturgiai ponthoz valami megszületett, és ez nekem kihívás is. Tök megtisztelő, úgyhogy igazából ez nagyon jó szerintem. Bízom el, hogy az emberek is valami ilyesmit éreznek majd. Ezen keresztül mennek és gyakorlatilag beavatódnak a fiatalok. Na most, hogyha a színháznak a varázslatosságáról beszélünk, akkor nyilván az a cél, hogy ezek a fiatalok, akik itt ülnek, azonosuljanak a tudatossal és a vidékkel mindenképpen valamilyen módon. Azt gondolom, hogy ilyen módon közvetítődik. Én egy közvetítő vagyok, én a természetnek valamilyen fajta közvetítője vagyok.